Hetedik fejezet Magas fák és árnyékok A malac csapás, a vízpartot szegélyező, szikla rengeteg mellett kanyarodott, a sziget másik oldalán. Jack vezette a csapatot, s Ralf örült az új útnak. Ha az ember el tudta zárni fülét, a tenger szívó hörgése és a visszatérő víz fortyogása elől ha el tudod feledkezni arról, hogy milyen sivárak, az út mindkét oldalán, az óriási dudva tollazattal benőtt görgetegek, akkor egy időre talán ki tudja zárni gondolataiból az állat képzetét, s kedvére ábrándozhat. A nap már túlhaladt tetőpontján, a délutáni hőség már ráülepedett a szigetre. Ralf hátulról üzenetet küldött a sor elején haladó Jacknek, s amikor a legközelebbi gyümölcsöshöz értek, az egész társaság megállt és evett. Ralph most ültében ébredt rá aznap először, hogy milyen hőség van. Ondorodva rángatta szürke ingét, s azon tűnődött, vállalja-e az ing kimosásának nagy kalandját mozdulatlanul ülve a szigeten is, szokatlan melegben, kitervelte, mire volna szüksége, hogy rendbe tegye magát. Elsősorban is ollóra, hogy levághassa haját. Rögtön hátra is imította hosszú sörényét. Levághassa egy piszkos szőrzetet, legfőjebb félhüvegnyi hosszúságra. Aztán megfürödnék, Szappannal alaposan lecsutakolná magát. Kísérletkép nyelvét végigjártatta fogain, S megállapította, hogy alkalmasint Egy fogkefére is szüksége volna. Aztán a körmei. Megfordította a kezét, És szemügyre vette körmeit. Az eleven húsig levoltak rágva, Bár nem emlékezett rá, Mikor kapott rá újra erre a szokására s egyetlen alkalmat sem bírt felidézni, amikor a körmét rágta volna. Legközelebb már, majd a hüvelykójamat fogom szopogatni. Lopva körülnézett. Úgy látszik, senki sem hallotta meg. A vadászok a földön ültek, s mohon tömték magukba a könnyű eledelt, igyekezvén elhitetni magukkal, hogy elegendő életerőt tudnak beszedni, a banánokból, s a másik olajszürke, kocsonyás gyümölcsből. Ralf mértékegységként, felidézve egykori tiszta és ápolt testét, szemügyre vette őket. Piszkosak voltak, bár nem olyasféleképp piszkosak, mint amikor az ember sárgödörbe esik, vagy egy esős napon orra bukik az utcán. Szemre nem úgy festettek, hogy nyomban zuhany alá kell tartani őket, és mégis. A hajuk túl hosszú, összegubancolódott. Egy-egy száraz levél, vagy ágacska közé. Arcukat az izzadság, úgy, ahogy tisztára mosta ugyan, de kevésbé hozzáférhető szögletekben valamilyen árnyékféle tapat rá. A rongyos ruhájuk, akár csak az övé, kemény a verejtéktől, s már nem illemből vagy kényelem szeretetből viselik, hanem puszta megszokásból, bőrük pikkelyes a sós tengeri víztől. Egy kisé elszorult a szíve, amikor megállapította, hogy alapjában véve mindez már fel sem tűnik neki, s hogy nagyjából belenyugodott. Sóhajtott, s az ágat, amelyről gyümölcsöt szedett. A vadászok már szétszélettek, ki, ki a dolgára, be az erdőbe, vagy le a sziklához. Megfordult s kitekintett a tengerre. Itt a sziget túlsó oldalán egészen más volt a kilátás. Déli báb nem tudta játékos képeit, az óceán hideg vize fölé vetíteni. A látó határ tiszta, kék és kemény volt. Leballagott a sziklákhoz. Itt lent, majdnem egy szinten a tengerrel, az ember szemmel követhette az óceán mély hullámainak, soha véget nem érő, fel-feldomborodó futamait. Sok mérföldnyi távolságban nem volt sem zátony, sem homokpad a vízben, S a hullámok úgy futottak el a sziget mellett, mintha ügyet sem vetnének rá s valamilyen más dolgokra igyekeznének. Nem a haladás képzetét keltették az emberben, inkább úgy festettek, mintha az egész nagy óceán időnként felemelkednék, majd újra visszazuhanna. Apadt, apadt a víz, zobogott, apró vízeséseket formált, lesüljett a sziklák alá, s fénylő, zöld hajként Elsimította a hajladozó hínárokat. Aztán, kis szünet után, újra összegyűlt, bőgve felemelkedett, ellenállhatatlanul dagadt, felmászott a kirzátonyra, tajtéknyolványokat küldött maga elé egy-egy víznyelő gödörbe, míg végül, néhány jarnyira megközelítve a gyerekeket, kinyújtotta feléje fejére habzó ujjait. Ralf addig követte hullámról hullámra a víz emelkedését, esését, amíg a tenger távoli idegensége végül el nem zsibbasztotta az agyát. Aztán a víz szinte beláthatatlan tömege, lassanként, erőszakosan birtokba vette tudatát. Itt volt a választóvonal, a határ. A sziget túloldalán, déli bábokba bugyolálva, a nyugatlagóna lagóna pajzsának védelmében az ember kedvére ábrándozhatott a megmenekülésről. De itt, szemben az óceán kéméletlen konokságával, az óriási távolságok mérföldjeivel le volt igázva, leteperve, elítélve, tehetetlen volt. Simon hangja közvetlenül a füle mellett szólalt meg. Ralf azon kapta magát, hogy két kézzel görcsösen markolásza a sziklát. Teste megfeszül, nyakizmai megmerevettek, a szája nyitva. Hazajutsz, biztosan, meglátod. Ezt mondta Simon, s közben bólintott. Fél térdére ereszkedve, nézett le Ralfra egy magas szikláról, amelybe két kézzel kapaszkodott, a másik lába Ralfal egy magasságban himbálózott. Ralf meghökkent. Magyarázatot keresve feltekintett Simon arcába. Olyan óriási, olyan borzasztó nagy, mondta. Simon újra bólintott. Mindegy, haza kerülsz, én legalábbis úgy gondolom. Ralf testében oldódni kezdett a görcs újra a tengerre nézett, aztán keserűen rámosolygott Simonra. Talán hajót dugdosol a zsebedben. Simon vigyorgott, tagadóan rázta a fejét. Hát akkor honnét tudod? Mint hogy Simon még mindig hallgatott, Ralf már csak egy kurta válaszra méltatta. Bolond vagy. Simon oly hevesen rázta a fejét, hogy durva, fekete haja ide-oda csapódott arcán. Nem vagyok bolond, de tudom, hogy épségben haza fogsz kerülni. Egy darabig egyikük sem szólalt meg. Aztán hirtelen egymásra mosolyogtak. Roger hangja hallatszott az üregek felől. Gyertek le! A malac csapás közelében fel volt torva a föld, friss örülékcsomók gőzölögtek. Jack úgy hajolt föléjük, mintha a látvány valósággal boldoggá tenné. Ralf, hús akkor is kell nekünk, ha most arra a másik dologra vadászunk. Ha azt hiszed, hogy nyomon vagy, akkor induljunk. Elindultak. A vadászok egy csomóba verődve, attól a bizonyos állattól való félelmükben, Jack egymagában legelől. Noha lassabban mentek, mint ahogy Ralf szerette volna, ez alapjában véve örült, hogy nem rohannak. Elégedetten ringatta vállán a lándzsáját. Jack szakértelme, úgy látszott, valamilyen váratlan akadályba ütközött, a menet hirtelen megtorpant. Ralf egy fának támaszkodott, s ábrándjai újra birtokokba vették. A vadászat Jack dolga, s majd még idejében felérnek a hegyre. Egyszer apjával együtt, Csetemből, Devonportba vándorolva, egy ideig alávidék peremén éltek egy faházban. Azoknak a házaknak a sorából, amelyeket Ralph megismert, ez különösen éles körvonalakkal tapadt meg emlékezetében, mert utána került iskolába. Mama abban az időben még velük élt, s papa minden nap hazajött. Vatpónik pónik látogattak el minden nap a kert kőfalához, s esett a hó. A ház mögött egy fészerféle állt, ha az ember odafeküdt, nyugodtan figyelhette a hópelyhek kavargását. Látni lehetett a kis nedves foltot, amelyen a pehely elenyészet. Aztán felfedezte az első hópelyhet, amely nem olvadt el a lassanként teljesen kifehéredő földön. Ha az ember fázott, akkor visszaosont a házba, s az ablakon nézett ki a nagy vörös réz űst s a tányér mellől, amelyen apró, kék emberkék voltak. Ha az ember este lefeküdt, egy bögre cukrozott, teljes kukoricadarát kapott. A könyvek pedig, azok egy polcon álltak az ágy mellett, s kettő-három mindig a sor tetején hevert, mert Ralf lusta volt ahhoz, hogy a helyükre rakja őket. Össze-vissza voltak firkálva, s tele voltak szamárfülekkel. Ott volt a fénylő, szénes fedelő könyv, Topsiról és Mopsiról, amelyet Ralf sohasem olvasott el, mert két lányról szólt. Ott állt a varázslóról szóló is, amely visszafolytott borzongást keltett az emberekben, s amelynek 27. oldalát a pók szörnyű képével az ember átugrotta. Egy könyv azokról szólt, akik mindenféle dolgokat, egyiptomi ócskaságokat ástak ki a földből, de ott állt a sorban, a vonatok könyve fiúknak, és a hajók könyve fiúknak is. Oly elevenen el jelentek meg képzeletében, hogy akár értük is nyúlhatott, meg is foghatta volna őket. Szinte érezni vélte a mamut könyvfiúknak kötetének surlódását, ahogy könnyedén kicsúszik a sorból. Minden oly jó volt, és oly derűs, és barátságos. Közvetlenül előttük megrecsentek a bokrok. Néhány fiú a malac csapásról visítozva a kúszó növények közé vetette magát. Rolf látta, a mindzsek megtántorodik és elvágódik a földön. Azután valamilyen állat rohant feléje a malac csapáson, vélagó agyarakkal, félelmetesen röfögve. Rolf úgy látta, hogy hidegvérően le tudja mérni a távolságot és célba venni a támadót. Amikor a vatkan öt megközelítette, feléje hajította nevetséges falándzsáját, és még látta, hogy belefúródik a pofájába, s egy időre meg is áll benne. A röfögést metsző visítás váltotta fel. A vatkan egy gyors fordulattal bevetette magát az oldalsó burgyinkba. A malaccsapás újra megtelt kiáltozó fiúkkal. Jack futva visszatért, és botjával ide-oda kotorászott a cserésben. Itt ment, de erre felé kerülhet. Itt ment, ha mondom. A vadkan egyre jobban távolodott. Egy újabb malaccsapásra bukkantak, amely az elsővel párhuzamosan futott. Jack eliramadott, Ralf meg volt ijedve, de büszke is volt. Eltaláltam, belevertem a láncsát. Váratlanul egy tisztásra értek, közel a tengerparthoz. Jack körülfutotta a csupa sziklákat, arca csupa aggodalom volt. Kereket oldott, pedig eltaláltam. Ismételte meg Ralf. A láncsa meg is állt benne. Úgy érezte, tanókra van szüksége. Nem láttátok? Mauréce bólintott. Én láttam. Épp a pofájába talált. Hé! Hey! Ralf egyre izgatottabban folytatta. Jól beletaláltam. A lándzsa megállt benne. Megsebesítettem. Jól esően sütkérezett, újonnan szerzett tekintéje fényében. S úgy érezte, hogy mindent összevetve a vadászat nem is olyan rossz dolog. Alaposan oda kentem neki. Alig, ha nem, ez volt az az állat. Jack visszajött. Nem, ez nem az az állat. Ez vatkam volt. Eltaláltam. Miért nem kapaszkodtál bele? Én megpróbáltam. Rolf hangja felcsattant. Egy vatkamba. Jack elvörösödött. Te mondtad, hogy kicsinál bennünket? Hova dobtad tulajdonképpen a láncsát? Miért nem vártál még egy darabig? Kinyújtotta a karját. Ide nézetek! Megforgatta bal karját, hogy mindenki láthassa. Egy karcolás látszott rajta, nem nagyon mély, de véres. Ezt az agyarával csinálta. Nem bírtam idejében belevágni a láncsámat. A figyelem Jack felé fordult. Megsebesültél, mondta Simon. Ki kell szívnod a sebet, mint Berengáriának? Jack megnyaldosta sebét. Én találtam el, mondta Ralph méltatlankodva. Én sebesítettem meg a lángyámmal. Vissza akarta hódítani a közfigyelmet. Itt jött a csapáson. Aztán elhajítottam a lángyát, Ídni! Robert a fogát vicsarította, és rámorgott. Ralf belement a játékba, mindenki nevetett. Most mindannyian a Robertet kezdték döfködni, aki játékosan ide-oda rohangászott. Jack elkiáltotta magát. Fogjátok körbe! A fiúk kört alkottak, és előre nyomultak. Robert elébb színlelt rémülettel, majd komolyan megijedve sikoltozott. Jaj, adjátok abba! Ez fáj! Egy lándzsa tompa vége a hátára csapódott, ahogy jobbra-balra futkosott közöttük. Fogjátok le! Lefogták a karját, lábát. Ralfot is magával ragadta a hirtelen támad, folytó izgalom. Elkapta Erik lándzsáját, és Robert felé döfött. Öljétek meg! Öljétek meg! Robert most már veszetten sikoltozott, birkózott. Jack a haját markolázta, és felemelte kését. Mögötte Roger lögdösödött, hogy az áldozat közelébe férkőzhessék. Aztán szertartásosan felharsant az ének, mint a tánc vagy a vadászat utolsó pillanatainak záró akkordja. Öld meg a malacot, vágd el a torkát. Öld meg a malacot, szúrj bele, vágj bele. Ralf is ököllel igyekezett utat törni magának, hogy közelebb kerülhessen, s belemarkolhasson abba a barna, esendő húsba. Nem bírt ellenállni annak mindent lenyűgöző vágynak, hogy tépjen, vacsarjon, Fájdalmat okozzon. Jack karja lesújtott. A tolongó, löktetőkör éjjenezni kezdett. A malac halálhörgéseit utánozta. Aztán ziháló lélegzettel a földre vetették magukat. S Robert rémült nyöszörgését hallgatták. Piszkos karjával megtörülte arcát. Látni lehetett, milyen erőfeszítéseket tesz, hogy visszanyerje nyugalmát. Jaj, az ülepem! Szenvedő arccal dörzsölgette a fenekét. Jack melléje gurult. Jó játék volt. De csak játék, mondta Ralf kényelmetlenül feszengve. Engem is megrúgtak, egyszer rögbi közben. Egy dob kellene, mondta Maurice. Akkor rendesen meg lehetne csinálni a dolgot. Ralf ránézett. Hogyhogy hogy rendesen? Hát, nem tudom. Tűz kellene, megdob, ütemesen dobolni. Malac kellene, mondta Roger, mint az igazi vadászaton. Van valami, ami a malacot helyettesíteni, mondta Jack. Valakit fel kellene öltöztetni malacnak, aki aztán úgy is viselkednék. Értitek? úgy tenne, mintha feldöntene engem, meg... Egy igazi malac kellene, mondta Robert, aki még mindig a hátát tapogatta, amelyet meg lehetne ölni. Vegyünk egy apróságot, mondta Jack, és mindenki nevetett. Ralph felült. No, mondta, ha így haladunk, akkor nem találjuk meg, amit keresünk. A fiúk egyenként felálltak, helyre ráncigálva rongyaikat. Ralf nézett. Megyünk a hegyre. Nem volna jobb, ha visszamennénk Röfihez, mondta Maurice. Mielőtt besötétedik. Az ikrek egyemberként rábólintottak. Úgy van, úgy van. A hegyre majd reggel megyünk fel. Ralf körülnézett, és megpillantotta a tengert. Tüzet kell raknunk. Ó, röfi szemüvege, mondta Jack. Nem tudjuk meggyújtani. Akkor nézzük meg, hogy mi újság a hegyen. Mauricse szólalt meg, kisé habozva, mert nem akart gyávának látszani. S ha ott találjuk az állatot, Jack megcsóválta lándzsáját. Akkor megöljük. A nap ereje már kisé alábbhagyott. Jack nagyot csuhintott a láncsával. Mire várunk? Gondolom, ha a parton maradunk, mondta Ralph, akkor kiukadunk a leégett részre, s ott felmászhatunk a hegyre. Jack újra átvette a vezetést a vakítóan csillogó, kibelélegző óceán mentén. Ralf pedig ismét átadta magát édes éberálmainak, ügyes lábára bízva, hogy megbirkózzék az út nehézségeivel. De ezúttal nem bizonyult olyan ügyesnek a lába, mint máskor, mert az út legnagyobb részét a vizet szegélyező sziklák között kellett megtennie, a tenger és a sötéten búrjánzó erdő között. Itt-ott alacsony szírteket kellett megmászniuk, végig egyensúlyozniuk a keskeny ösvényeken, akadt olyan átkelő is, ahol négy kizlábra kellett ereszkedni. A hullámok mosta, a nedves sziklákon kúztak, átugrottak egyed nagy tócsát, amelyet a dagály hagyott a parton. Egyszer egy szakadékhoz értek, amely, mint valami vár árok, szelte át a hegy előterét. Feneketlennek látszott, a fiúk tisztelettudóan Bámoltak le a sötét üregbe, amelyből vízzubogása hallatszott. Aztán visszatért a hullám. A szakadék a szemük láttára felfort, és még a kúszó növényeket is telefröcskölte tajtékjával, a fiúk is csoromvizesre áztak, visítoztak. Megkísérelték, hogy az erdőn átjussanak tovább, de a fák oly sűrűn fonottak egymásba, mint egy madárfészek. Végül is arra kényszerültek, hogy egyenként átugorják a szakadékot, megvárva, amíg a víz ki nem folyik belőle. De egyiküket, másikukat még így is újra nyakon öntötte a visszatérő hullám. Aztán egy áthatolhatatlannak látszó szikla rengetegbe értek, s lepihentek egy időre, megvárva, amíg a rongyaik meg nem száradnak, s közben a nyílt tenger szakadozott körvonalú nagy hullámait figyelték amelyek végtelen lassan gördültek tova, mihelyt elhagyták a szigetet gyümölcsöt találtak. Fölötte tarka, apró madarak gyűltek össze, és úgy száldostak ide-oda, mint a rovarok. Ralf azt mondta, hogy túl lassan haladnak. Felmászott egy fára, félrehajtotta a lombját, s úgy látta, hogy a hegy négyszögletes csúcsa még jó messzire van. Meggyorsították léptüket de Robert csónyán felsebezte a térdét a sziklák között, s meg kellett állapítaniuk, hogy ha épségben akarnak átjutni, akkor lassabban s óvatosabban kell járniuk. Így hát úgy láttak neki ennek az útszakasznak, mintha egy meredek, veszélyes hegyet kellene megmászniuk. De egy idő múlva a sziklák járhatatlan hegyfokká álltak össze amelyet sűrű dzsungelhajzat nőtt be, s meredeken ereszkedett alá a tengerbe. Ralf a napot figyelte. Rövidesen alkonyodni fog, mondta. Az uzsonna ideje már mindenképpen elmúlt. Nem emlékszem erre a hegyfokra, mondta Jack lógó orral. Alig, hanem ez a része a partnak, amelyet eddig nem találtam meg. Ralph bólintott. Hadd gondolkodjam, mondta. Ralph most már semmilyen elfogultságot nem érzett, ha nyilvánosan kellett határoznia. Úgy figyelte a mindenkori eseményeket, mintha sakkoznék. A baj csak az volt, hogy sohasem lett volna belőle jó sakkozó. Most az apróságokra gondolt, és röfire elképzelte Röfit, egyedül, valamelyik kunyhóba húzódva, amelyben semmilyen más hang nem hallatszik, mint a lidért nyomásos nyögések, kiáltások. Nem hagyhatjuk magukra az apróságokat, s Röfit. Egész éjszaka nem hagyhatjuk őket magukra. A többiek körülötte nem szóltak, figyeltek. Ha visszamegyünk, az órákig eltart. Jack megreszelte a torkát. Furcsa, lefolytott hangon beszélt. Nem szabad, hogy valami baja történjék Röfinek, igaz? Ralf Erik Lanzsájának pészkos hegyével a fogát ütögette. Ha itt átvágunk, körülnézett. Valakinek át kell vágni a szigeten, és megmondani Röfinek, a sötétedés után otthon leszünk. Bill szólalt fel, kételkedve. Egyedül menjek át az erdőn, most? Legfőjebb egy embert nélkülözhetünk. Simon utat tört magának Ralph mellé. Ha akarod, én megyek. Szívesen megyek, komolyan mondom. S még mielőtt Ralph válaszolhatott volna, gyorsan rámosolygott, megfordult, s elindult az erdő felé. Ralf hátra nézett Jackre, s most első ízben kapta el a dő. Jack, amikor először jutottál el a várhoz, amikor az egész utat megtetted, Jack magorva volt. Nos, akkor is itt jöttél végig, ezen a szakaszon, a hegy alatt, ugye? Itt s utána egy malac csapásra bukkantam. Ralf bólintott, majd az erdő felé mutatott. Akkor ott fut, valahol bent az erdőben. Ezzel valamennyien bölcsen egyetértettek. Rendben van, akkor most itt fogunk áttörni, amíg rá nem találunk a csapásra. Egyet lépett, aztán újra megállt. Várjunk még egy percig. Merre felé halad az a csapás? Mondtam már, hogy a hegy felé, mondta Jack. Gónyosan elvigyorodott. Nem akarsz felmenni a hegyre? Ralf sóhajtott. Érezte a kettejük közt növekvő ellentétet, s megértette, mit érezhet Jack olyankor, amikor ki kell adni a kezéből a vezetést. Arra gondoltam, hogy sötétedik. Ide oda fogunk botladozni. Az állatot akartuk felhajszolni. Sötét lesz. Azt én nem bánom, mondta Jack indulatosan. Ha odaérünk, én nekivágok. De nem tartasz velem? Te inkább visszamész a kunyhókhoz, Röfihez. Most Ralf volt az, aki elvörösödött de a rövidtől kapott új tudása árnyékában kétségbe esett. Miért gyűlözte engem? A fiúk zavartan, izegtek, mozogtak, mintha valamilyen szemérem sértő szót hallottak volna. Tovább tartott a csönd. Elsőnek Ralf fordult el, még indulatosan, sértődötten. Gyerünk! Ezúttal ő vezette a csapatot, jogot formált arra, hogy legelől meg a rengeteggel. Jack a helyéből kiturva, rossz tépelődve, hátul maradt. A malac csapás egy sötét alagút volt, mert a nap már gyorsan csúszott a világ pereme felé, s az erdőben egyébként sem kellett sokat keresgélni, hogy az ember árnyékra leljen széles, jól kitaposott csapás volt. Gyorsan haladhattak. Aztán a levélmennyezet hirtelen szétvált, s a csapat ziháló lélegzettel megállt. A néhány ritka csillagra bámulva, amely a hegytető körül rezgett. Hát, itt volnánk. A fiúk elhatározatlanul nézegették egymást, de Rolf már döntött. Egyenesen visszamegyünk a mólóhoz, s holnap mászunk fel a hegyre. Mormoló beleegyezés, de Jack már mellette termett. Hát persze, ha félsz. Rolf szembenézett vele. Kimászta meg elsőnek a vársziklát. Én is ott voltam, s egyébként is az nappal volt. Rendben van. Közületek ki akar most felmenni a hegyre? Csönd volt a válasz. Szemszörik, ti mit szóltok? El kellene mennünk, és... Megmondani Röfinek, hogy... Simon már elment. Megmondani Röfinek, hogyha... Robert, Bill... Ők is most inkább visszamennének a mólóhoz. Nem mintha félnének, arról szó sincs, de fáradtak. Ralf újra Jackhez fordult. Látod? Én felmegyek. Csupa volt a hangja. Minden szava egy-egy káromkodásnak hangzott. Ralfra nézett, vékony teste megfeszült. Láncsáját előre, előre szegezte, szinte fenyegetően. Felmegyek, megkeresem az állatot most rögtön s aztán elhangzott az utolsó kihívás, félvárról keserűen. Jössz velem? Erre a szóra a fiúk elfeledkeztek arról, hogy már sürgősen hazakívánkoznak, s visszafordultak megfigyelni e két lélek újabb összeütközését a sötétben. Elszánt, keserű szó volt, olyan félelmetes, hogy nem kellett megismételni. Rosszkor érte Ralfot, akinek zsibbadó idegei már felkészültek a hazatérésre, a lagóna csöndes, barátságos oltalmára. Nem bánom. Maga is elcsodálkozott rajta, milyen hűvösen, fölényesen hangzik a szava. Egy perc alatt két vára fektetve Jack keserű csófolódását. Persze, csak ha akarsz. Felőlem. Jack előre lépett. Hát akkor. Az elcsöndesedett csapat utánuk nézett, ahogy egymás mellett nekiindultak a kaptatónak. Ralph megállt. Szamarak vagyunk. Miért mennénk csak ketten? Ha csak ugyan találunk valamit, ketten nem bírunk el vele lentről hallani lehetett az induló csapat távolodó neszezését. Aztán meglepetésszerűen egy kis sötét alak tűnt fel mögöttük a hegyoldalon. Roger? Én vagyok. Hát akkor hárman vagyunk. Újra nekivágtak a meredek kaptatónak. A sötétség úgy hullámzott körülöttük, mint az árapály. Jack, aki nem beszélt egyszerre csak, fulladozni és köhögni kezdett. Szél kerekedett, most már mindhárman köpködtek. Ral szeme könybe lábadt. Hamu, a kiéget részre értünk. Az időnként felfel -fel erősödő szél felkavart a lábuk nyomán az ördögi porfelhőket. Most, hogy újra megálltak, Ralphnak volt ideje, köhögés közben, hogy újfent megállapítsa, milyen bolondot tesznek. Ha az állat nem létezik, és szinte bizonyosnak látszott, hogy nem létezik, akkor minden a legnagyobb rendben van. De ha mégis van valami, ami vár rájuk a hegytetőn, akkor mit végezhetnek ők hárman a sötétben? csupasz botokkal felfegyverkezve. Bolondok vagyunk. Sötétből jött a felelet. <laughs> Be vagy gyulladva? Ralf ingerülten megrázta magát. Mindenről Jack tehet. Természetesen, mondta. S kötözni való bolondok vagyunk. Ha nem akarsz tovább menni, mondta a gúnyos hang, Megyek én, magam is. Ralph érezte a gónyt, és utálta Jacket. A hamu csípte a szemét. A fáradtság, a félelem feldühítette. Hát akkor erígy, majd itt megvárunk. Csönd. Na, miért nem indulsz? Megijedtél? A sötétségből kivált egy folt, Jack, s lassan elhúzott. Helyes. Viszont látásra. A folt elolvadt. Egy másik tűnt fel helyette. Rálf térdével valami keményhez ért, egy megperzselt, érdes fatörsöz, amely azonnal engedett a nyomásnak. Megpörkölődött kérge a combjának ütközött, s ebből megértette, hogy Roger ráült. Kezét kinyújtva, tapogatózva leereszkedett Roger mellé. A rönk megbillent a láthatatlan hamuban. Roger, aki természettől fogva szófukar volt, hallgatott. Nem nyilvánított véleményt az állatról, s az sem árulta el, miért szánta rá magát az eszeveszett kirándulásra. Szótlanul ült, ide-oda billegtetve a rönköt. Ralph valamilyen idegesítő kopogást is hallott az éjszakában. Roger ötögetett botjával valami láthatatlan tárgyat. Így ültek egymás mellett a hintázó, botjával kopogó, rejtélyes Roger és a magában füstölgő Ralph. Körülöttük a közeli ég sűrűn megvolt rakva csillagokkal. Csak ott maradt kopár, ahol a hegycsúcsa csúcsa fekete lyukat furt belé. Magasan a fejük fölött csoszogás, csúszás zaja hallatszott, mintha valaki hatalmas, veszélyes évben, sziklák és hamuk között rohanna feléjük. Aztán Jack rájuk talált, egész testében reszketett. A hangja olyan károgóan reket volt, hogy alig ismertek rá láttam valamit, fent a csúcson. Neki esett a rönknek, amely hevesen megbillent. Néhány pillanatig mozdulatlanul feküdt. Figyeljetek, dadogta, hát ha utánam jön. Hamu permetezett rájuk, Jack felült. Láttam valamit, ami felfújta magát és megdagadt. Az csak képzelted, mondta Ralph idegesen mert semmi, semmi élőlény nem dagad meg. Roger hangja hallatszott. Megrázkódtak, mert elfeledkeztek róla. Egy béka. Jack kucorgott, reszketett. Valamiféle béka. De zajt is hallottam. Valamilyen pufogás félét, s aztán megdagadt. Megyünk, megnézzük, mondta Ralph. Maga is meglepődött, nem annyira a hangján, amely nyugodtan csengett, mint inkább a maga számára is, váratlan vakmerőségtől. S amióta ismerte Jacket, most első ízben érezte, hogy tétovázik. Most? Ralph helyett csak a hangja szólt. Természetesen. Felállt a tönkről, s a csikorgó salakban elindult az éjszakába. A többiek követték. Most, hogy testi hangja elhallgatott, megszólalt helyette józan eszének hangja, s még néhány egyéb hang is. Röfi gyereknek szitta. Egy másik hang azt tanácsolta neki, hogy ne csináljon bolondot. A sötétségben olyan valószerűtlennek tűnt, a vakmerő vállalkozás, mintha fogorvosi székbe kellene ülnie. Amikor elértek az utolsó kaptatóhoz, Jack és Roger a közelébe húzódtak, téntafoltokból világosan kivehető emberi alakká váltak. Hallgatólagos megállapodással megálltak, összebújtak. Mögöttük a látóhatár fölött egy kis darabon, világosabb volt az ég, itt egy perc múlva fel fog kelni a hold. Az erdőben egyszerre megbődült a szél, és meglobogtatta rongyaikat. Ralf megmozdult. Gyerünk! Tovább kapaszkodtak, de Roger egy gondolattal elmaradt mögöttük. Jack és Ralf egyszerre kanyarodtak át, a hegy túloldalára. A csillagó, hosszú lagóna most alattuk terült el, mögötte egy elmosódott fehér folt, a zátony. Roger utolérte őket. Jack suttogva megszólalt. Most négy kézláb mászunk. Lehet, hogy elaludt. Roger és Ralph indult neki elsőnek. S most Jack maradt hátra, bárhogy is verte is az elép a mellét. Felérkeztek a lapos tetőre, kéznek, térnek, itt kemény volt a szikla. A tetőn csak ugyan, ott dagadozott valamiféle teremtmény. Ralf a tűzrakás helyén a hideg, puha hamuba markolt, és elfojtott egy torkából feltololó kiáltást. Keze, válla megrándult a nem várt érintéstől. Egy pillanatra felvillantak szeme előtt a rosszul lét zöld tüzei, aztán beleolvadtak az éjszakába. Roger mögötte feküdt, Jack mellette. Arrébb, ahol egy nyílás van a sziklában. Valami púpféle, látod? A kialudt tűzhamuja az arcába csapódott. Nem látta sem a szikla nyílását, sem egyebet, mert a zöld tüzek újra feltűntek, megnőttek, s a hegycsúcs jobb felé elcsúszott. Újra meghallotta kisé távolabbról Jack suttogását. Félsz? Nem félt ugyan, de nem bírt megmozdulni. Egy összezsugorodó, Mozgó hegytetőhöz volt láncolva. Jack tovább csúszott mellőle, Aztán Roger is ziháló lélegzettel, éden odatapogatózva elhaladt mellette. Hallotta, hogy sugdosódnak. Látsz valamit? Ott! Szemben velük mindössze három-négy jarnyira Egy bób alakú szikla sötétedett ott, ahol nem kellett volna sziklának lennie. Ralf valamilyen furcsa, gügyögő hangot hallott valahonnét, talán a saját szájából. Azonosította magát akaratával, félelmét és undorát, gyűlöletté olvasztotta össze, felállt. Két ólom nehéz lépést tett előre. Hátok mögött a holdkaré most már a látóhatár fölé emelkedett. Előttük valamilyen óriási, majomféle ült, mély álomba merülve, fejét térdére hajtva. Aztán az erdőben újra felbődült a szél, sötétség kavargott, és a majom felemelte fejét, feléjük fordítva összeroncsolt arcát. Ralf azon vette észre magát, hogy óriási ugrásokkal szökel lefelé a lejtőn, a hamuba. Hát a mögött is kiáltásokat, és futó léptek zaját hallotta. Megfeszítette minden megmaradt erejét, s a hettető egy pillanat alatt elárvult. Mindössze három elhagyott bot sötét lett a földön, s az előre hátrahajlongó, megnevezhetetlen Teremtmény.